Kedves nézőket, három gólos hátrányból indult tehát az EHF kupa negyeddöntő visszavágóján a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt csapata, és mellettem Ferlik Bernadett, aki 1998-ban tagja volt a Dunafer EHF kupa győztes csapatának. Hát jó lenne egy lépést tenni afelé, hogy esetleg megint meglehessen ez a győzelem. Jó lenne, és nem csak a győzelem fontos módja, hanem a négy gólos, és akkor utána mehetünk majd tovább, de most egyelőre kár előre gondolkozni, tényleg ez a mai meccs a kulcsa ennek, és nagyon készülünk rá, megkészültünk. A péntekire is sajnos nem úgy sikerült, hogy akartuk, hát bízom benne, hogy ma jobb lesz. Miben volt meglepő, amit az oroszok játszottak, vagy egyáltalán meglepő volt-e ahhoz képest, amire készültetek? Igaz, furcsa ezt mondani, mert megvertek minket három gólra, de olyan nagy meglepetést nem okoztak. Tipikus orosz csapat, azt csinálták, amire vártunk, viszont azt egy picit azért jobban csinálták, mint ahogy vártuk szerintem. Tehát nem gondoltuk, hogy ennyire nagyon eredményesek lesznek. Hát sikerült nekik, ma megpróbáljuk megakadályozni őket itt a jó játékban. Sajnos egy perces gyászszünetre került sor, hiszen Békés Csabáról hazafelé három debreceni szurkoló autóbaleset áldozata lett a tegnapi nap folyamán. Rájuk emlékszünk. Köszönjük. Részvétünk a családtagoknak és a barátoknak is. Tiszta feketében látható majd a Dunaújvárosi csapat, és lila felsőben melegítettek az Asztránocska tagjai. Ha abban játszanak, akkor elég zavaró ez. Igen, furcsa volt, nagyon sötét mind a két szín. Akit mindenképpen ki kell emelni 13-assal, Anna Vyahireva. Ő nyújtotta a legjobb teljesítményt, tehát, és ugye a riportban is szóba került. Az ember, hogyha meghallja, hogy az ellenfélnél van egy 165 centis jobb átlövő, akkor annyira nem rezzel össze, de jól játszott. Feltétlenül arra számít, hogy ő dönti el a párharcot, de nagyon-nagyon jól játszott. Ő egyébként is egy jó játékos, igazából apró termetelenül nagyon sok mindent tud a kézilabdából. Az már nagyon bosszantó része volt a meccsnek, amikor jobb átlövőből is szórakozott velünk. Szerintem azért ez felbosszantotta a lányokat is, úgyhogy remélem, hogy nem fog ennyire vigonckodni. Láthattuk közben Jevgenyi Trefilovot és Drapko Zovkot, két nagyon nagy tudású és remek eredményekkel rendelkező vezetőedző mindkét oldalon. Hát nézzük, hogy sikerül-e valahogy azt a három gólos vereséget jóvá tenni. Akadálya, hogy végre elkezdődjön. Az oroszok is sportszerűen egyébként, amikor hallották, hogy himnusz van, akkor a csata kiáltásokat félbeszakították. Ők a bajnokságban az ötödik helyen állnak a Dunaújváros, ugye a negyedik pozíciót foglalja el. Állandó szereplője egyébként az Asztránocska az EHF kupának az elmúlt évek során. 2014-ben az elődöntőbe jutott, 2013-ban és tavaly negyeddöntős volt az Asztránocska. Mint említettem, most ötödik a saját bajnokságában, a Rostov-Don, a Toljáti, a Dinamo Volgograd és a Zvenyigorod mögött. Szóval nem akármilyen nehézségű ellenfelekkel kell játszaniuk hétről hétre. Hát nem sokszor dicsérjük a magyar bajnokságot, jogosan egyébként, de azért van még rajtunk kívül olyan bajnokság Európában, ami nagyon számottevő. Hát az egyik ennek az orosz, nagyon jó csapatok vannak. És hát tényleg edződ meg szó szerint, mert hatalmas nagy játékosok vannak ott egytől egy.
Szóval valóban ebben a lila-fehér szerelésben láthatjuk az Astrahanocska csapatát, amely egyébként lemondott pályaválasztói jogáról. Az oroszok kérték, hogy mindkét mérkőzés Magyarországon lehessen. Így a Dunaújváros megmenekült egy hosszadalmas és költséges utazástól. Több mint 2000 kilométert kellett volna utaznia a csapatnak. Nem olyan nagy élmény egyébként. Nézzük, hogy tényleg lesz-e keményebb védekezés, amit György László is kiemelt. Ez az első mérkőzésen egy kicsit hiánycikk volt. És nagyon jól érkezik a kapujából Ogun Toje, ráadásul bele is fújtak a bírók. Ugyanaz a román kettős vezeti a mérkőzést, amely az első találkozót. Akkor nem lehetett rájuk panasz, azt gondolom. Nem, egyáltalán nem is panaszkodtunk egy percig sem, mert szerintem jól lefújták, nem volt. Robert Haravadzsu és Silviu Stanescu, a két bíró. No tehát, az első védekezés jól sikerült. Jöhet a vezető gól akár Kovács Anna, aki 5 gólt dobott az első mérkőzésen. Trefilov mester már mutatja, hogy több mozgást kér védekezésben az orosz csapat tagjaitól. Bulat bejátszása, és már is egy hetes következik. Ezt nagyon hiányoltuk az első meccsen, a beállójátékunk nem volt egyáltalán kihasználva. Most rögtön ezzel kezdtünk is, úgy látjuk azért meghallgatták a játékosok az edzői internetet. Már védekezésben is sokkal kiebb voltak, mint pénteken. Ez meg egy kimondottan jó támadás volt. És Bulat kihagyja sajnos. A kipattanóból jöhet továbbra is a dunaújvárosi csapat. Kluiber, aki nagyon kellemes meglepetésre 5 gólt dobott, és kitűnően játszott 16 évesen. Igen. Ide színfoltja lesz, azt hiszem, hogy a magyar bajnokságnak darabig. Jó, és a ti neveléseteket dicsérünk mindenképpen. Büszkék is vagyunk rá. Megint egy kapufa, és egy kemény védekezés. Smirnová. Még mindig nincs meg az első gól, egy sárgalapos figyelmeztetést kap Smirnová. Ezúttal a kapuban Trusova kezd, nem a válogatott Kalinina, Szalai pedig sajnos ellépte. 2,5 perc elteltével nincs még gól. Igen, határozottabb a védekezés mindenképpen. Zsirinszkájtje és Smirnová. Ez Dusmát a bent marad védekezésben, akkor ezt a nyitottabb verziót veszik elő, ami amúgy is jó lehet a magas oroszok ellen. Jairová, Zsirinszkájtje, itt van az Iker testvére is, Jana. Hoppá, itt most nem értették meg egymást, fönt van a bíró keze, és szerencsére mellé megy Smirnová dobása. Ez azért ritka, 3-15 telt el és 0-0. Kovács, Szalai, Bulat. Ott nem lehetett bevinni, Vince. Meg ez is viszonylag ritka, hogy egy balkezes játékos ennyire bal oldalra sodródik. Nehéz dolga volt, de most fel tudunk állni nyugodtan. Kovács, aki Kristjukkal együtt bent van a magyar válogatott bő keretében, a lengyelek ellen játszunk majd Európa-bajnoki selejtezőket a jövő hónapban. 4 évvel ezelőtt volt legutóbb válogatott, utána csak a bő keretbe került be, gondolom azért ez őt is földobja. Bulat, még mindig nincs gól, 4 perc telt el. Smirnová. Ez bizony komoly szabálytalanság volt, és sárgalap. Az belefér, nagyon visszafogottan védekeztünk pénteken, szinte alig volt még kiállításunk is, hát azért ez egy kézilabda meccsen elég ritka, és nem is szokott túl eredményes lenni. Zsirinszkájtje. Sikerül megkiúsítani a bejátszást. Kristjuk. Jó a csel. Kovács érkezik. Kovács. Ez most már 2 perc. Megvan tehát az első kiállítás, Jekaterina Smirnová, akinek le kell kocognia a pályáról. 5 mérkőzésen 7 gólt dobott eddig az NHF kupában.
sikerül-e kihasználni az emberelőnyt. Jó lenne most már a vezetést megszerezni. Vince kapja meg, és fölé. Igen, nem látták a lányok szerintem. Kovács sétál most oda. Öt perc elteltével, és ez sincs bent. Trusova védett. Eddig futballmeccsre hasonlít. Mondjuk a 4-0-ra nyerünk, akkor jó lesz, de nem valószínű. Igazad van. De, sőt, miután idegenben játszottunk az első meccsen hivatalosan, a 3-0 is elég. 3-0 is elég jó. Beküldték most Jezsikavát, egy fehér orosz idegen légióst. Olga Korsenyina 9-essel, aki 4 gól dobott az első mérkőzésen. Az jó lett volna, sőt, jó is, mert a miénk a labda. Bulat. Szándékosan nem mondok semmit, mert addig nem dobunk gólt. Kovács. Szalai. Bulat. És akkor most kell figyelni, Jahirevára tovább játsza, és megvan a mérkőzés első gólja, Viktória Zsirinszkájtje dobja. Nem kevés. Kár érte, pedig szépen végül. Kevésen múlott az egyenlítés. Zsirinszkájtje. Leszalad Sisyanova, aki védekezésben van bent elsősorban. Jairová. Hát nem erre számítottam. Azt hittem, hogy eddigre már vezetünk egy 2-3 góllal, mert hogy nekik esünk. Hát annyira nem estünk nekik sajnos, mint ahogy szerintem kellett volna, hogy elbizonytalanítsuk őket, de... Lehetőség megvolt pedig. 2 hetes is. Igen. Már lefújta a játékvezető. Szalai megmozdulását még hozzá. Itt védekezett Korsenyinán. Ő már túljutott rajta. 8. perc. Sokáig játszhatnak az oroszok, és lépéshiba. Meg egy sérülés magyar oldalon. Priscsuk marad lent. Krisztina és Bulat Anita volt ott a tavaly decemberi világbajnokságon Dunaújvárosi részről. Krisztus 6 meccsen 15 gólt dobott. A másik csapatból 3 játékos volt ott az 5. helyezett orosz csapatban. Az egyik kapus Kalinina, az említett Anna Vyahireva és Jana Zsirinszkájtje, illetve az a Polina Kuznyecova, akit nem hoztak el Magyarországra az oroszok. Igen, nem tudtuk meg, hogy mi oka van ennek, de nem bánjuk, mert ő is jól játék. Priscsuk, Kovács kapja, még le a szélre, nem tudta bevenni Kluivert. Igen, azt nem vártuk, hogy rögtön az elején ledolgozza a Dunaújváros a hátrányt, de hogy 8 percig ne tudjon gólt dobni a csapat, azért arra sem számítottunk. Én arra számítottam, hogy ledolgozzuk, tehát ilyenkor azért az szokott lenni, hogy nekik esük, aztán lesz, ahogy lesz. Kicsit visszafogottak vagyunk ma is. És megvan a második góljuk. Jezsikava dobja. Ráadásul egy 2 perces Szalai Babetnek. Nem állnak jól a dolgaink. Nem. 2-0-ra vezet az Asztrahanocska csapata. Kluiver, Kovács. Bent van Takács is 10-essel a pályán, most kapja ő. Priscsuk. Kluivert megmentette. Kovács. Ez könnyedén hárította Trusova. Próbálnak gyorsan indulni, amit többször is jól megoldottak pénteken. Vajireva.
leszaladt Viktória Zsilinszkájtje, közben már ott az újabb helyzet, és ott az újabb vendéggól. Ezek olyan hosszantó hibák. Öten vagyunk, az egy dolog, de hát nem kellett volna Lincvénynek Tristup Krisztina mögött állni a védekezésben. Ez egy abszolút védekezési hiba volt, és ők ezeket kihasználják rögtön, már pedig minden gólnak jelentősége van. Hát ez a három gólos hátrány hat gólosa duzzadt összesítésben. Ferenczi Fruzsina van a pályán kék trikóban. És nincs bent Tristup dobása, visszajön Oguntoja a kapuba. Egy gyors indítás és nagy védés Oguntoja, kellett ez a bravúr. Jana Zsirinszkájtje, a VB-t is megjárt játékos dobta rá. Tristup, 10 perc telt el Dunaújvárosi gól nélkül. Ez eléggé rémálomszerű kezdés. Takács, Tristup, Kovács, kipattan a kezéből. Szerencsére belefújtak a román bírók. Most már aztán tényleg ideje lenne egy gólt lőni. Szalai, Kluiber, Tristup, de hát ott magasodnak az orosz védőfalban, középen az a hármas nehezen átlőhető. Igen, és megbeszéltük, hogy nem oda visszük a befejezéseket, megpróbáljuk ketteseken, ott van keresni valunk, de olyan kint is van egészen 9 méter, sőt 10 méteren is a két kettes védő. Ott simán lehetne egy az egyezni, de középen ez a két nagy hármas mellett nem fog menni. Továbbra sem, mert pénteken sem megy. Az a nagy baj, minden támadás. Kriszti, most mikor jó csinálj, kereszt mozgás. Daj tovább te kereszt mozgás, Kovács csinálj, tudod? Még egyszer ugyanaz csinálj. Szép kereszt mozgás, jó pász labda, utána te, to, a lányok, még egy pász labda tovább. De ne ez technika hiba. Szalai, mikor agresszív játékos játsz, labda nélkül mozgás, ne pár labda itt lesz. Csors mozgás, labda nélkül. Lányok, semmi baj. Jó játsz, az kettő hittes, kettes hibázni egy szintze. Egy gól kicsi. Hizakodó hangok a végén Zdravko Zobkótól, aki játékosként olimpiai bajnok volt a jugoszláv válogatott tagjaként 1984-ben, de VB-n is volt ezüst és bronzérmes, és hát edzőként is rengeteg nagy sikert ért már el. Igen, és a keresztmozgásokat hiányolja, mert valahogy szét kellene szedni ezt a masszív falat, és az egyik megoldás lehetne akár. Kluiber, Tristup, Kovács azonnal kap egy pofont, Szalai viheti be, hetes. Na most már csak be kellene lőni. Kettőt eddig nem sikerült már. Figyelmeztetés Viktória Zsilinszkájtjénak. Most Tristup áll oda. Egyet elrontott Bulat Anita, egyet elrontott Kovács Anna. Jöjjön most Tristup Krisztina. Az jó! 11 perc, 20 másodperc telt el, és megvan a Dunaújváros első gólja. Nem volt könnyű, de megszületett. Ajaj, szerencsére sikerült kitornázni, és Zsukava indult meg nagyon jól. Kovács. Ezt nem kellene birkózással befejezni, hanem szépen továbbadni. Most végre megvolt a keresztmozgás, amit is az edzőm, csak ezt tovább kellett volna húzni. Azért úgy érzem, hogy Kovácsra külön figyelnek az oroszok. Egy-két gólja biztos Trefilov mester figyelmét is felkeltette. Biztos vagyok benne, pont ezt kéne kihasználni, hogy a társaknak nagyobb a hely körülötte, mivel rá nagyon figyelnek. Tristup próbált átlőni a falat, de nem sikerült. Megint a villámgyors indulás, és nincs bent! Most Oguntoja megmenti azért a bőrünket néhányszor. Kozsokár hagyta ki, akinek ma van a 22. születésnapja. Isten éltesse, és köszönjük, hogy nem dobta be. Szalai,
Kovács, jó! 3-2-re feljön a Dunai Város. És miénk a labda. Csak át kellett törni azt a gátat, nem, igen, Detti? Igen. Ajaj! Jó, megvan. Kriscsuk. Lehet egyenlíteni. Itt van tehát Jevgenyi Trefilov. Kovács. Kriscsuk húzódik ki. Szalai észrevette, hogy bevihetné. Jezsikava fogta meg a kezét. Vince Melinda ott volt egyedül a vonalon. Ma is nagyon keményen védekeznek az orosz csapattagjai. Kovács könnyedén hárította Trusová. Jezsikava nem volt társa. Technikai hiba, aztán mégiscsak eljut Fejrevához a labda. Négy perc telt el, 3-2-es Astrahanocska vezetés. Smirnová. Egyéni betörés, ezt is nagyon sokszor láttuk pénteken Gorsenyinál. Megint két ember között vitte be. Hát igen, ezt mondtuk pénteken, és ez egy-egy elleni párharcukat nem fogjuk megnyerni ellenük, mert sokkal nagyobbak, mint mi vagyunk. Ezt valahogy komplettebben kellene ellensúlyozni, valahogy sokkal jobban össze kellene zárni. Vince. Bulac. Kriscsuk. Kriscsuk, gyönyörű gól! Utána viszont hatalmasat esett. Gyönyörű gól dobva Kriscsuk Krisztina. Még vissza tudta húzni, ez nagy dolog volt, mert már estében volt. Nagyon nehéz mozdulat volt. Nagyon, nem? Igen. Meg is lett a jutalom érte a gól. Lazur. Posznova is ott van a pályán, aki 2005-ben, 2007-ben és 2009-ben tagja volt a világbajnok orosz csapatnak, aminek egyébként Trefilov volt az edzője. Jó a labdaszerzés. Bulat megtörölte a labdát, indulhat a magyar akció. Bulat, Kovács. Kozsokár az, aki zavar, és Bulatra figyel elsősorban. Kriscsuk. És megvan a két perces büntetés, Jana Zsilinszkájtje. Hát én nem bánnám, ha így maradna ez a nyitott fal, mert ezt talán könnyebben át tudjuk játszani. De akkor kéne több beálló játék, nem? Hát az is, igen. Igen. Mert egyelőre abból sem sokat látunk. Ha mondtad, hogy a meccs előtt erre felhívtátok a figyelmet. Kovács. Megvan, és az helyzet gyönyörű! Kujver Katrin! Érdemes megjegyezni a nevét. Már az eddig látottak alapján is óriási tehetség. 4-4! Én minden nap látom, és megerősítem ezt a kijelentést. Reméljük, nem hátráltatja majd semmi a karrierjét. No, hát fölhoztuk vissza három gólra összesítésben. Innen akkor megint meg lehet indulni. Szerencsére belemenést fújnak. Nem érvényes Gorsenyin a gólja. Maradt tehát a 4-4. És egy perc még hátra van az ember előnyből. Akár a vezetést is megszerezheti a DKKA. Kriscsuk. Hatalmasat kapott megint, de 5-4. Nem tudott rá Trusová mozdulni. Szerintem azt gondolta, hogy már nem tudja ellőni. Húzták, vonták, de sikerült. És Kriscsuk már is több gól dobott, mint az első mérkőzésen.
Hol járunk? Három. Most három gólos, akkor két góllal zárt. Hú, Trefilov mester most aztán csúnyán leteremti a játékosait. Négyes vezetésről folytatódhat tehát a mérkőzés. Trefilov kidühöngte magát, Zovko mester pedig most már tényleg optimistább. Igen, picit megnyugodott látszott rajta, de ott még messze a vége. Most inkább a védekezésre koncentrált, jobban elmagyarázza, mert ugye megnyitottuk a falat. Jobban, mint az előbbiekben. Jehire az lépéshiba volt, el is vették, csak nem hallani a hatalmas hangzavarban. Nagyon sokan kijöttek egyébként szurkolni a dunai városi lányoknak. Trefilov mutatja a bíróknak, hogy ilyen apróságokra ne figyeljenek már, hogy lépéshiba volt. Triscsuk, Kovács. Lejárt az előny, sajnos még egy gólt lehetett volna lőni gyorsan. Lehet azt egyébként is. Igen. Én benne vagyok, hogy azonos létszámnál jöjjön a gól. Bulat. Kovács. Vince. Kovács. Triscsuk. Gyönyörű gól! Triscsuk szenzációsan játszik eddig. Beindult most. A hat dunaújvárosi gólból négyet szerzett Triscsuk Krisztina. És két góllal vezet a dunaújváros csapata. Egyetlen gól összesítésben a hátrány, de még nagyon sok van hátra. Kapust is cseréltek az oroszok közben. Most jött tehát a válogatott Kalinina. Üres a szél, és Agunkoje véd! Teljesen megtorpant az asztrahanocska, egy újabb bravúr a kapustól. Bulat viszi be. Ezt most volna belül védekezés is, de ez is megadható volt. Úgy látták tehát, hogy inkább belemenés. Visszatér Smirnova hatossal. Kosznová. Smirnová. Hát, hogy gyakorlatilag Bulatékat egy ember eltakarította. Igen. Jekatyerina Smirnova dobta a gólt. 6-5. De legalább azt a szörnyű kezdést sikerült orvosolni. Igen, most már azon túl vagyunk, én is úgy érzem. Most már lehet koncentrálni, hogy az idegesség is volt szerinted? Hát biztos vagyok benne, annyira pontatlanok voltunk. Úgyhogy biztos, hogy azért, de hát nem kellett volna már a második meccsen annyira izgulni. Hát tudtuk, hogy mire számíthatunk. Snopová szabálytalankodott az imént. Kovács, Triscsuk. Szinte a szaggatottnál védekeznek időnként az orosz csapat tagjai. Triscsuk, jaj, de szép! Fáj Triscsuknak az arca. Ja, Istenem, lehet, hogy a szemében... Nem tudom, lehet, hogy rálépett a kapus. Nézzük meg. Nem. Vagy lecsap. Ó, lecsapódott a feje. Ja. Fú, ez nagyon kemény volt. És a lehető... Ó, nagyon rossz kor is. Ő most rendkívül jól játszott, de hát nagyon csúnya sérülésnek néz ki. Nem tudott már tompítani, és sajnos fejjel ért le a talajra.
pedig gyönyörű gól dobott Tristo Cristina. Hát ez irtózatos fájdalom lehet. Ötödik gólját dobta, és Bulat szalad oda, hogy megnézze. Egyáltalán nem bírnak vele az Asztalhanocska védői. Káprázatosan bújt ki. Nagyon jól felismerte most, hogy hol lehetünk eredményesek. Nagyon jól játszott, sajnálom. Kalinina is nagyon sportszerűen oda megy, megnézi, hogy nincs-e súlyosabb sérülés. Azért ilyenkor egy agyrázkodás gyanú benne van. Benne, de ott van úr doktor és bábam is, úgyhogy én még egy picit azért bizakodó vagyok, mert sok ilyet megoldottak ők már, hogy vissza tudott jönni esetleg, bár most vissza nem úgy néz ki, mint aki ma még játszani fog. Egyelőre Tristuk nélkül tehát, de jó lenne, hogyha visszatérne. Megint Oguntoye, és ott a befordulás, micsoda védése! Oguntoye Viktória! De jó, hogy így véd. Két ilyen bravúr egymás után. 7-5. Akár összesítésben kiegyenlíthet a dunaújvárosi csapat. Bulat, Szalai. Vince. Bulat, Vincének vissza, 7-es. Ez egy klasszikusnak mondható figura volt, amit elég sokszor eladunk most már jó pár éve. Ezt még Radulovics Bojana és Balogh Bea csinálta, azt hiszem, a világon a legjobban. De a Buli és a Melinda is nagyon jól alkalmazzák. Most is bejött. Időtlen a igen, figura. Úgy néz ki. Csak be kell dobni a büntetőt. És 2 perces kiállítás utólag. Igen, emberelőnyben a dunaújvárosi csapat. Snopovát kiállítják a bírók. Hát ez még plusz előny. Nem csak be kellene dobni. Kalinina. Pedig lélektani lenne ez a 3 gól is, ugye? Köztel annyi lenne. 6 meccsen védett a VB-n, Kalinina 43%-os teljesítménnyel. Sajnos most büntetőt fogott. Posznová elveszti, okay. Lehet indulni, 1-1, és bent van! Egy újabb remek gól Kluiber Katrintól. Most volt a labdaszerzés is. És a védekezés most mennyivel jobb volt, nem? Igen, igen. Egálban vagyunk összesítésben. És még mindig előnyben, még egyet közé lehetne tenni. Posznová. Sárga lap. Gyahireva bejjebb lépett, és most nem a szélen van, hanem átlövőben. De egyelőre nem dobott gólt. Nem, egyelőre jól tartunk. Sajnos Tristukot le kell támogatni. Hogy most indultak el az öltöző irányába. Rá nem számíthat most a csapat. Jó látni ezt a kőkemény védekezést most. Jó, igen. Majd. És megint védés. Oguntoye nagyszerű teljesítmény nyújt. Nagyon, de most a védőfal is segít neki. Nem minden esetben a szép zicsereket is fogott, de ez most egy közös munka volt. De legutóbbi. Szalai. Kovács. Bulat, még tovább, nem, azt hittem, hogy tovább tudja tenni a szélre. Vagy bevéhette volna. Szalai. Kiegészültek, és Viktória Zsilinszkájtja hátulról úgy rontott volna rá, hogy már ugrott is volna. Bulat.
Dincer. Szalai. Kovács. Hozzáértek, úgyhogy mi jöhetünk oldalról. Kovács. Valahogy Posznovától kiszabadította magát, és most elveszik a bírók a labdát. Várható volt előbb-utóbb. Posznová. Nem baj, csak védekezzünk úgy, mint mostanában csinálva tettük ezt. Irányító poszton. Jezsikává, igen. Posznová, ez bedobja. Első gólja a nemrégiben igazolt Posznovának az Asztránocska színeiben az EHF kupában. Szépen csinálta. Szépen, igen. Nagyon rutinos játékos. Említettem, hogy háromszoros világbajnok. A 2009-es tornán őt választották a legjobb játékosnak. Ő is ott van az ellenfél soraiban. Ez most nem jó labda Bulattól. Kalinina. Sziszenová. Elszaladt egész egyszerűen. Azért Takács Pusi kellett hozzá. És bent nem! De. A lécről jött ki. Hát ez óriási bal szerencse. Szerintem gól. Megadták? Nem a lét, nem. Ez biztos, hogy gól. Akkor jó, 9-6. Én megijedtem, hogy a lécről jött ki. De akkor a mögötte lévő vasról biztos. 9-6. Ne higgyenek nekem. Jól ismerem ezt a kaput. Sajnos ők is most. És megint Posznová, úgy tűnik, hogy beindul. Azt nem kéne hagyni, mert akkor bajban leszünk. 9-7-es állás. Szalai. Kovács. Bulat. Takács. Bulat! Az. Nagyon szép volt pedig. Kluiber szabálytalan. Jahirevá. Ő szalad bele ellenfelébe. Jahirevának nem megy a játék szerencsére. Kovács. Kovács egyedül, gyönyörű gól! És utólag 2 perces kiállítás. Nézzük most egyelőre a lassításban ezt a nagyszerű találatot. És kiállítja a bíró Tarasovát. 10-7. Kovács Anna 2 gólos. A táblán nem jelzik a kiállítást, de 5-en vannak a pályán, úgyhogy valószínű, hogy megtörtént. Egyeztetnek is ezügyben az asztalnál. Cserél Trefilov, ilyen hívta Jana Zsilinszkájtjét, és a pályára küldi Kozsokárt. Oguntoja összpontosít. Jó sok bravúrt már bemutatott, de jó lenne, ha tartaná ezt a formáját. Nagyon kemény védekezés, és ez most sajnos a Dunaújvárosnál egy 2 perces büntetés. Ajtai van ezt a volt, aki egy picit jobban meg ráncigáltam ezt, mint ahogy kellett volna. De nem baj, legalább már agresszív vagyok. Igen, tehát azt se bánjuk, hogyha van össz kiállítás, csak az ne legyen, hogy simán mennek be az oroszok, mint a pénteki meccsen. Hetest ad a játékvezető. Befért még a 2 ember között. Igen. Azért ez megadható lehet, volt. Itt van tehát Anna Vjahireva. 9 meccsen 52 gól dobott a világbajnokságon. Holtversenyben 3. lett a góllövő listán, és még csak 20 esztendős. Jó! Oguntoje! Hát
kitevet, kitevet reggelire. Valami titkot? Ó, vagy... de jó, nem tudom. Szapkása, vagy mi volt a hát titok? Ha ő ezt a formáját tudja tartani, akkor van elég nagy esélyünk a továbbjutásra. 10-7-es vezetés, megvan tehát a 3 gól különbség, és akár 4 is lehet abban az esetben. Először vezetne összesítésben a Dunai város. Bulat, Kovács, az jó! Nagyon jól játszik Kovács Anna is. Hát ez van, ha a kulcsemberek hozzák magukat. Igen. Jól látszik, hogy milyen fontosak az egyéni teljesítmények, amellett, hogy csapatként jól működjük, mindig kell kiemelkedő. Triscsuk 5, Kovács 4, Kluiber 2 gólos. Sokáig nem örültünk, de 11-8. Posznovát kéne most semlegesíteni. Igen, most kicsit szórakozik Kovács Annával egyelőre. Jól csinálja. Másfél perc van még hátra az első félidőből. Visszajön a torony magasságú Viktória Zsilinszkájtja középre. Van 9 centi hivatalosan, de szerintem lecsaltak néhány centit belőle. Fönn van a bírók keze, Bulatnak dobnia kell, Kovács! Jó! Hát ez a semmiből jött össze. Igen, kell élni. És sajnos gyorsan válaszolnak. Jana Zsilinszkájtja is goldobott. Az állás. Kéne kicsit járatni a labdát, és a végén lőni egy gólt, lehetőleg, de semmiképp sem hamar ellőni, hogy tudjanak még támadni egyet. Az utolsó fél perc, Szalai. Jó lehet az. Takács. Szalai, Kovács megint, ez most nem pattam be. Hasonló jelenet volt, mint amiből az előbb gól született. Meg kell ott állítani, Kluiber, jól tudta, és vége. Vége az első félidőnek. A legkisebb, a legnagyobb. Szörnyen indult, de jól alakult az utolsó 20 perc. Jó, bizony, így terveztük, hogy fél időre ledolgozzuk a hátrányt, és akkor utána még ráteszünk egy lapáttal, ha jó lenne, hogy folytatódna. Oguntoja könnyedén eltolja a labdát a kapu elől. Ő is nagyszerűen véd. Kitűnően játszott Triscsuk, amíg meg nem sérült, és Kovács Anna is 5 gól dobott. Biztató tehát az első 11 perc kivételével a játék. 12-9-re vezet a Dunai város egy fél idő után, és azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, van miért szurkolni a második fél időben. Csak Krisztinát is láttuk a pályán, itt a szünetben remélhetőleg ő is fog játszani, hamarosan kiderül. Jó, így jó. 12-9-re vezet az első félidő után a Dunai város az Asztrahanocska ellen, és van egy jó hírünk, visszatért Triscsuk Krisztina. Benfentes informátorunk Ferling Bernadett leszaladt, és megtudta, hogy mi a helyzet. Igen, kicsit lihegek is elnézni, de magasan van ez a kommentátorállás. Hát nincs túl jól, de azt mondta, mindenképpen megpróbálja folytatni a meccset. És mint látjuk, ott is van a pályán, vagy legalábbis eddig ott volt, de majd ha nagy szükség lesz, akkor biztos, hogy be fog jönni. Felszakadt neki picit, azt elragasztották. Hát reméljük, hogy nem lesz semmi baja. De azért az elsődleges az egészsége, tehát nyilván, hogyha nagyon rosszul érzi magát, akkor nem fog játszani. Hát nyilván, de ilyenkor nem tud gondolkozni. Igen. Az ember, csak sejtem. Majd este már nem lesz ilyen bátor, biztos. Tehát a feketében látható Dunai város ledolgozta 3 gólos hátrányát. 26-23 volt az első mérkőzés, és azért
kell ezt hangsúlyozni, mert hivatalosan akkor idegenben játszott a Dunaújváros csapata, tehát 23 gólt dobott idegenben, és ugye tudjuk, hogy az is döntő lehet, mint például a Siófok elleni párharcban az előző körben itt az NHL kupában. Kovács áttette a másik kezében, nincs meg a második félidő első gólja. Kalinina kezd az oroszoknál a kapuban, Garsenyina, Smirnova. Garsenyina bejátszása, és belépett Smirnova. Nagyon belül futott át. Triscsuk. Zselenszkájtje. Garsenyina. Smirnova. Vince próbálja Smirnovát megállítani, és kipattant a labda Viktória Zsirinszkájtje kezéből. Idegesen kezdenek az oroszok. Bizony. Lehet, hogy meglepte van, őket, hogy így alakult az első fél idő? Mert azért igen, szerintem ők nem erre számítottak. Bár lenyilatkozták, hogy tudják, hogy óvatosan kell venniük a vasárnapi meccset, meg nagyon oda kell figyelni, de hát azért tudat alatt bennük volt, hogy csak ők vezetnek. Szalai, Bulat. Kovács. Szalai, Vince, Bulat, nagyon jó! Parádéson kialakították a lövőhelyzetet, és gyönyörűen bedobta. Jaj, ezt beszéltük a fél időt, de örülök neki. Viszont azonnal válaszolnak. Sajnos sokatszor látjuk, hogy gól dobunk, és utána rögtön jön a válasz. Jaj, azért kár volt nagyon, igen. Igen, és ez most Jahireva első gólja. Szóval azt beszéltük, hogy Bulatanitának önbizalmat kell szerezni, és ez a figurát is kimondottan, ő ebből nagyon eredményes szokott lenni, és most is láthattuk, hogy belőtte. 13-10. Kovács. Hát az biztos, hogy ilyen a Zsirinszkájtja most már különösen figyel rá, meg mindenki, aki éppen vele szemben tartózkodik. Szalai, Bulat, Takácsot kitolják, nem tud igazából beálló posztra menni. Ó, tovább engedhette volna. Kár érte, mert pont megindulhattunk volna. Igen, és ez a supasszív, ott is mutatnak, ha jól látom. Igen. Kovács, Jár. Még egy dobás belefér! Nem adtak hetest. A passzív továbbra is megvan. Gyakorlatilag elsőre kéne dobni, de hát azonnal odaugranak az oroszok, övék a labda. Nem értettük meg egymást, valamilyen szabad dobást próbáltunk eladni, de... Krujber nem igazán tudta elsőre, hol a labda. Vissza kellett volna annyi. Bulac, Kovács, Vince viheti be, gól! Megsérül Vince is. Itt van az a nagyon jó labda szerzés Krujbertől, és utána a térdét fogja Vince a gólt követően. Már remélem marad egészséges játékosunk. Marad, mindenki. Vince Melinda nagyon bátran. Az első fél időben három dunaújvárosi játékos tudott gólt dobni, most már Bulat és Vince is csatlakozott a második játék részben. Azért ez is fontos, hogy jobban eloszoljanak a gólok. Persze, neked két alapemberről beszélünk, nekik is kell, hogy bizalmunk legyen a pályán, dobjanak gólokat. Csak úgy tudunk eredményesek lenni, az ő játékuk nagyon fontos nekünk, a jó játékuk. 14-10-re vezet a Dunaújváros együttese. A harmadik fordulóban az olasz Indeco Conversanót, a nyolcad döntőben pedig a Siófokat búcsúztatta a dunaújvárosi csapat utóbbit idegenben lőtt gólokkal. Az egy nagyon nagy csata volt. Igen. És jó! Krujber! Ogontója nem kapkodja el, Bulat! Áj, de kár ezért!
másik szét kellett volna választania. Ó, hát ez nem. Szerencsére ezt nem lett tévve, mert... Kozsokár akart eljátszani. Még béna próbálkozás volt a mondatom itt. Kriszczuk lejön. Visszatér Takács. Trefilov pedig folyamatosan reklamál, és megy oda Zdravko Zovkóhoz. Most már zokon veszik, hogy vezet a Dunai Város összesítésben. Szalai. Elindul majd a műsor. Gondolod? Trefilov részéről biztos ő lenne. Kalinina hárít. Gorsenyina. Gorsenyina megy föl, és ez sajnos bent van. Olga Gorsenyina második gólja. Az oroszok egyébként a görög OFN Joniast, majd a nyolcad döntőben szintén orosz Dinamo Volgográdot verték ki. Eddig mindegyik mérkőzésüket megnyerték, mind az öt találkozójukat az EHF kupában. De hát most lehet, hogy megszakad a sorozatuk. Bulat. Kovács, Bulat nagyon szépen Cseniel, gyönyörű! Második gólja Bulat Anitának. Hát de megint jön a gyors város, jaj nem, jól van. Szalai Babet szépen visszaért. És most Bulat sérül meg, nem kap levegőt. Itt még a gólját látjuk, ott láthatják a kedves nézők, amint ápolni kell. Torkát ütötték meg. Nagy csata ez két remek mester között. Jevgenyi Trefilov egyébként amellett egy szövetségi kapitánként 4 világbajnoki címet szerzett. A Lada Toljattival kupagyőztesek Európa kupáját és EHF kupát is nyert. A Zvezda Zvenyigoroddal pedig a 2007-es EHF kupa után 2008-ban bajnokok ligáját tudott nyerni. Óriási egyénisége kézilabda sportnak az edző, ezért lenne különösen nagy dolog az ő csapatát búcsúztatni. Igen. Az. Most már nagyon... visszaszerezték sajnos. Úgy érzed, hogy elbizonytalanodtak az oroszok? Hát ha ezt a nyitott védekezést mi jól csináljuk, akkor mindenkit el tudunk vele bizonytalanítani. Hát Horváth Bernadett sajnos kapott egy 2 percet, úgyhogy visszább kell húzódnunk. Ez most nagyon nem hiányzott. Emberelőnyben tehát az Asztránocská. És most Zdravko Zovko gurult be, hogy ezt csak azért adták meg, mert Trefilov reklamált. Versenyira. Jahireva beviszi, gól. 15-12. Megtalálták a gyenge pontjait, a lába mellélő meg mindent. Az első mérkőzésen 10 gólt szerző Jahireva, második találat ezen a mérkőzésen. Összességében egyébként 37 gólos az EHF kupa 6 meccsén. Megint bejön Ferenci Fruzsina kékmezben. Ferenci. Bulat, nagyon távol van a Dunai Városi csapat egyelőre a kaputól. Kovács. Kovácsra lépnek ki, Bulat még tovább. Ez már is kár volt. Ott első gondolatra bevihette volna Vince. Gyors indulás. Jahireva bedobja. Nem lenne jó, hogyha feléledne téli álmából Jahireva. És úgy tűnik, hogy megint kapus nélkül maradunk, tehát visszatér Ferenci, és ezt választja Zdravko Zovko. Bulat. Vince. Takács. Kluiber, Vince, Kluiber próbálja a szélre kivinni, Gorsenyina lökött rajta nagyot. Hát próbálja az időt is húzni nagyon jól, mert nincs mások a kiállításból. 13 másodperc még, Bulat, Kovács majdnem elvesztette,
Ezeket pénteken mind elvesztettük, és igen, mind hozzájuk pattan, most ebben egy picit látunk változást. Kovács, Kluiber, Kalinina. 15-13-ra vezet a Dunai Városi Együttes, és jön az Asztránocska támadása. Na, sokat lépnek szerintem, különben ezek a magas orosz lövők, de valamiért nem fújják le. Kosznová, Vörsenyina. Az jó! Szép labdaszerzés. Most már csak ezeket kéne gólra váltani, gyors gólra. A labdaszerzésig már eljutottunk. Elég rosszul kapta Szalai, de megoldotta valahogy. Szalai, Bulat. Takács verekszik középen. Jó! Megvan Szalai Babett első gólja. Egy újabb kőkemény ütközés, és most egy orosz játékos. Jairéval van lent a földön. Őt óriási tehetségnek tartják. 2011-ben ifjúsági Európa-bajnok volt, egy évvel később az IFI VB-n ezüstérmes, 2013-ban pedig junior Európa-bajnok lett, és a torna legjobb játékosának választották. Nem csoda, hogy most már a felnőtteknél is ott volt Trefilov csapatában. Úgyhogy azt hittem, hogy hosszú távon azért meghatározó lehet a nemzetközi kézilabdában. Vörsenyina, még nincs fönt a játékvezető, keze gól. Pedig már úgy tűnt, hogy Olga Gorsenyina elhagyja a labdát, de nem. 16-14, hát ez nagyon úgy néz ki, hogy itt hintázunk az 1-2-3 gól között. Ezt a vége úgy tűnik. De kár az elejéért. Kovács. Végül is jöttek Bulatanitára, úgy, mint az elején. Bulat. Pedig ez egy jó figura volt, csak nagyon rosszul. Na, így jó lesz. És így jó! Hát soha ennél rosszabbat, Deti, ne lássunk. Ezt a befejezését még nem láttam ennek a figurának, de jó lesz így. Takács Dusmát a gólja. 17-14 az állás. Zsokkó szól valamit Kovács Annának. Jairová, az nagyon durva volt. Triscsuk pattintotta odébb. Még magasabb is lenne ez a lány, nehéz lenne megállítani. Jairová, és így Oguntoje véd. Bulac. Triscsuk. Nem tudom, a végére tartogatjuk a lerohanásainkat, vagy miért vagyunk ennyire. Behúztuk a féket, de szerintem kellene picit ezeket a labdaszerzéseket ki kéne használni jobban. Most simán lehet, hogy 3-4 gólt is lőni akár gyorsan. Teljesen fönt védekeznek az oroszok. Így esetleg a bejátszás eredményes lehet. Na, Kalinina. Kluiber próbálta meglepni. Jahireva indul. Jó, ez vonal volt. Vonalra lépett Sziszenová, Oguntoje pedig megint hozza a jó védéseket. Bulatnak mutatja, jó van, szerencsére nincs gond. 17-14, igen, vonalra lépett, ebből a képből láthatjuk, jó döntés született. 12 percet tart lassan a második félidő, 17-14 tehát, Szalai. Bulat. Szalai nagyon szép. Szépen! Ó, de kár. 7-es és 2 perc. Ó, hát azt a két Zsirinszkájtje lányt milyen szépen verte meg ott középen Szalai. Ó, ezt nagyon tudja, de kígyózik oda az emberek közé. Látszik, hogy azért fáradnak az orosz védők is, mert ezt pénteken egyszer sem sikerült megcsinálnia.
most azért kihasználja, hogy fáradnak. Iker testvérek egyébként, Viktória és Jana Zsilinszkájtje. Triscsuk! Jó! 18-14. Triscsuk hatodik gólja. Ember előtt van, most ezt ki kellene védekezni és növelni a különbséget. Smirnová. Szabad dobás az oroszoknak, Zdravko Zovko majdnem beszalad a pályára, együtt védekezne a játékosokkal. Kap egy sárgát, pedig a saját játékosát fegyelmezi éppen, hogy neki próbálja elmagyarázni, hogy hogy kéne védekezni, nem a bírókra szólt. Ő se egy padon ülő típus. Hát Smirnová. Egyelőre még nincs önt a bírók keze. Pedig lehet, nem? Jezsikává. Smirnová. Eljátsz a lakosba majdnem egy perce. És nincs bent. Nem tudta bepervíteni Jakireva. Neki sem sikerülhet minden. El lehetne húzni 5 góllal. Hú, addig ember előnyben nem igazán volt tiszta helyzetünk. De állom, jó! Majdnem széttörte Takács a lécet. Kár érte. Jajereva, gyönyörű Oguntoje! Miket véd? Nem kell rohanni, lányok! De nehéz ilyenkor itt nyugton ülni. Tudom, tudom. És csöndben. Próbálok visszahúzni állandóan. Rezeg a szék itt. Tehát megértelek. Na mindegy, nem baj. Egyéni próbálkozás. Operatőrünket talált el Karina Szabirová. És még mindig van 5 másodperc, rá lehetne vinni gyorsan. De Refilov nem tűnik nyugodtnak. Triscsuk. Ja. Lehet, hogyha nem fáj a feje, akkor beviszi. Hoppá! Egy kiemelés. Golátot fölkapta a levegőbe ellenfele. Na jó, egy kis ugrás is volt benne. Igen, rásegített és figyelmeztették. Oguntoje! De jó lenne, hogyha továbbjutásra segíteni a bravúrjaival a csapatot. Bulac. Ez bentről jött ki. Ezt most én is láttam, pedig nem ismerem úgy ezt a kapott, mint te. Elhajolt, és vissza a földsőbe, magas oroszok mellett ez szenzációs gól volt. 19-14. 3 gól dobott a második félidőben Bulac. Nem nagyon tudta Szabirová, hogy hol a labda. Időt kért Refilov. Igen, jól éreztem, mert most magasan voltunk, tehát a hullámot most meglovagolhattuk volna, de remélem nem veszi vissza a lendületünket ez az időkérés. Az ott pont a picakba fért be Bulac dobása. Horváth! Nincs ász kifele, nem lehet! Nem provokálj támadást, Paul, kemény játsz! Ez egy kislányok, ez jól cselezik itt! Itt vesz beállom! Vigyek, ez egy fontos! Itt, mikor befutás, ez nem! Mikor befutás, jó mozgás itt, kezed! Kezed! Jó mozgás, kezed! Vigyek, mikor valaki vezet kapdát, támadni! Nem sietek! Oké! Horváth Bernadett kapja folyamatosan az instrukciókat a pályán is, és most az időkérésnél is. Ő azért még tanulja ezt a mi 3-2-1-es védekezésünket, vagyis hát azt, ahogy mi csináljuk. Ő eddig nem így csinálta, úgyhogy azért kicsit többet segítenek neki most. Hát esetleg a Randers elleni elődöntőben tovább csiszolhatná, hiszen a Randers ugye már tovább jutott a svéd Hertz Handballs Club ellen 2-2 győzelemmel.
és tudjuk, hogy ennek a párharcnak a győztese a dán csapattal találkozik a legjobb négy között. Jeireva. Ki más, mint Oguntoje. Elbizonytalanítja még a nagyon jó orosz lövőket is. 19-14. Ki hitte volna ezt a pénteki mérkőzés után? Hát most tettiék biztos. Szalai. Kár, hogy ilyen messze még a vége. Most le kéne fújni valahogy. Jó lenne. Szalai. Vince nem tudott beszaladni. Bulac. Kovács üresen a szélre. Megállította Krisztina Tarasová. Most kéne egy Szalai Babáknak, olyan szépen bement egy picit többet abból. Bulac, jó a bejátszás, Takács! Nagyon nagy passz volt Bulattól. Bulac, amit a belejött. Mondtam én, hogy kell neki egy gól, hogy átlendüljön a nehézségeken. Ez pedig, szerintem ezek lépések, de... 6 góllal vezet a Dunai Város, kedves nézők. Triscsuk ütött oda. Mutatja a játékvezető, hogy hol kell törölni, miközben itt a lassításban látjuk Triscsuk kőkemény védekezését. Jezsikává tette odébb. Hát Triscsuk hősiesen folytatja a mérkőzést és a küzdelmet, pedig biztos, hogy nagyon fáj a feje. Trefilov lemondó arc kifejezése. Láttál már ilyet? Persze, ez a műsor része, ez is. Mindjárt beindul. Az Orosz Pestel produkcióját a végén is megnéznénk továbbjutás esetén, igen, mármint a mi továbbjutásunk esetén. Oguntoje! Nem sodorta be! A háromszoros világbajnok Posznová lövését hárítja! Teljesen másik arcát mutatja a Dunai Város, mint pénteken, vagy mondjuk akár ma az első 10 percben. Igen, én bíztam benne, hogy fizikálisan jobban fogjuk bírni, bár még nem nagyon merem elkiabálni, mert sok van még hátra, de úgy tűnik, mint a picit az oroszok fáradnának jobban. És ezért aztán pontatlanabbak is. Emberelőnyben a Dunai Városi csapat Fiahirevát küldik le. Bulattal szemben szabálytalankodott. De azért azt hiszem, hogy Pába Mihálynak lesz dolga a meccs után, mert annyi sérült van. A masszőrről van szó, ugye? Bírja ő a képzést. Takácsot hívja ki magához Drávko Zovko, és ad neki egy utasítást, miközben Radulovics Bojanát is láthattuk. Jehireva magyarázza Trefilovnak, hogy mi a gond, mi az, ami nem működik a korábbiakhoz képest az oroszoknál. Hát ez legyen az ő gondjuk. Ilyet sem nagyon láttunk még, hogy a játékos így merész elbeszélni a mesternek, de hát változnak az idők. Mondtad, hogy már ő sem a régi. Így van. Szalai, Bulac, Vince. Vince észszintse volt, gól! De szépen csinálta Vince Belinda! Tényleg, és a rövidbe behúzza. Tehát ilyen hibákat azért nem követtek el pénteken. Ezt most szépen kiállt. Oguntoje! Nem tudta Suhanová átemelni! Fantasztikus második félidő! 21-14! 9-5-re nyeri a Dunai Város ezt a játékrészt eddig. Szalai, Bulac. Szalai, még tovább. Ezt most Lujber mellé dobta. Jól kiátszottuk végre az előny.
Még 40 másodpercig hátrány van az Asztránocská. Nem tudom, észrevetted, de hogy megállt az idő. Nagyon lassan megy. És azt nézem, amit te is mondtál, mintha a kulcsjátékosok elfáradtak volna. Most, amikor nagyon föl kéne zárkózniuk, akkor nem Gorsenyinát, vagy nem Zsilinszkájtjékat látjuk, hanem Sznopováékat. Tehát a cseresor van benn gyakorlatilag az orosz csapatban. Obuntoje! Szuhanova nem tudta becsapni. Hihetetlen kapus teljesítmény. Igen, a másik fél elején egy picit elbizonytalanodott, ott megtalálták a helyeket, de aztán újra erőre kapott. Bulat. Közben egy csere a jobb szélen, az Ari Kuzsina jött be a végjátékra. Szalai, Takács, Bulat, két ember között. Ez most a lécről jött le. Visszatérhetett most már Vjehirev a kiállításából, kiegészült tehát az ellenfél. 10 perc van hátra a mérkőzésből. Szabirova. Szabirova megy föl, ez most nagy gól. Az ő első találata. Pénteki mérkőzésen sem talált be. 17 esztendős balátlövő is nagyon fiatal. Hihetetlen számokat hallunk itt életkorokban. Nagyon fiatal játékosok hamar oda kerülnek az élmezőnybe. És Zdravkozovko kért időt. Sok még az a 10 perc, nem lehet leülni és megnyugodni. Sietek, ekint lesz, Akadi nagyon nincs gyors hibázni valaki, az nem kell sietek. Igen, mit mondom, nem tud, mit kell csinálni. Beálló első kettes, itt lesz tovább, agresszív kettő játsz beálló. Hát lőre, ugyanaz második gondol, miért fél? Mikor nem szabad, tovább landa valaki, utána lesz szabad. Nem kell komplikálni, egyszer játsz. Azt kérte, hogy egyszerűen játszunk, és ne menjünk bele olyan kétes szituációba, ami esetleg labdaeladáshoz ered, vagy vezetne. Igen, hát valóban most nagyon higgadtnak kell maradni, mert nekünk áll az ászló, de sok van még, viszont a higgadtan tovább így játszunk, és hát úgy mondjam, tutira megyünk, akkor most már nem kellene, hogy baj legyen, de hát még mondom, sok van hátra. Zobko egyébként dolgozott az Zvezda Zvenyigora csapatával, 5 játékossal az itteni Asztránocska tagok közül, tehát azért ismeri az orosz csapat tagjait. Kriscsók, gól! Nem vették komolyan az oroszok. Nem, szerintem azt hitték, hogy már nem fogom a kapura dobni. 7. gólja Kriscsók Krisztinának. És most Vjehireva marad lent. Bulat. Egy bal csapottal. Meg el is ismeri, rossz ütemben tette föl a kezét. Ez most 2 perces ember hátrányt jelent. Vigyázni kell, mert nagyon rutinos csapat. Egy minden hájjal megkent edzővel, szóval nem szabad azt gondolni, hogy már megvan a továbbjutás. Noha most nagyon jól állunk. Le a sarokba. Egy rossz passz. Kosznova dobta hátra. És Oguntoje! Gyorsan szabálytalankodott Szabirová. Oguntoje lejött, és érkezik a pályára Ferenczi Fruzsina. Így ugye gyakorlatilag nincs ember hátrány. Csak
kapuüres, ugye? Az más, más kérdés. Okosan kell. Triscsuk. Kovács. Ferenci márra is rohan. Egy gyors. Obuntoja le akart ülni, Zobko mutatta neki, hogy tarts be a kapuba. Talán. Ez most magas. Nem baj, nem baj, de már el kellett lőni. Rezsikaja. Jó! Horváth viheti, Horváth be kell dobni ezt ember hátrányban. A minden itt teki. 22-15. Hát ez rossz kor jött belemenést. Hát ezek itt döntő pillanatok lehetnek. Mert itt ember hátrányban góldobhatott volna a Dunaújváros. És ez zicser. Nagy szavakat használni, de talán meccslabda volt, vagy legalábbis továbbítást eldöntő labda lehetett volna. Én nem akartam kimondani. Hát... nem baj, szerencsére még sok van köztem egy hét. Különbség. Viszont csak négyen vagyunk a pályán, ezt most ki kéne bekkelni valahogy egy jó védéssel. Nem lesz könnyű. A lövés az lesz, az nagyon vagy. Nagyon jó. Szerencsére Posznova pontatlanul passzolt. 15 másodpercig még kettős ember hátrány. Hát ha Posznova négy ellen ilyet passzol, akkor ott van baj. Tehát akkor egy kicsit bizakodhatunk, mert ő nem szokott ilyet csinálni. Szalai, Triscsuk. Most már csak egy ember hátrány, Vince, térfél közepére tolják a magyarokat az oroszok, fönt a bírók keze. Látod, nagyon szerencsénk volt most, simán végig érte volna. Bizony. Nagyon akkurátusan Triscsuk megkérdezi pontosan honnan is. És párgázza a kapus. Rosszová. Jahireva. Üres a szél. Ez most gól. Sziszenova második találata a meccsen. 22-16. Még így is összesítésben 3 góllal jobbak vagyunk. És ugye idegenben csak 16 gól dobott az Astrahanocska, ennek is lehet szerepe. Igen, de ajaj. Szalai. Á, most már szórják ki az embereket, jól van, ezt ki kell használnunk, és Babeterre abszolút alkalmas. Még egy-két ilyet kiharcolhatna. Kovács, Szalai, Triscsuk. Megvártuk, hogy kiegészüljünk, és akkor indulhat egy figura. Jó az, Szalai! Két gólos! Posznová. Szép játék. Bent van. 23-17. De kevesebb, mint 5 perc van hátra. Akkor Zobko Farkas Andival vitatkozik itt a pályaszék, mintha legalábbis ő kapta volna a gólt. De majd ő biztos tud tanácsot adni Bogunkoljának, hogy legközelebb ez ne legyen már gól jobbféről. Szalai. Triscsuk. Jó lefordulás, jaj, gól! Nagyszerű gól Azari Fruzsinától! Most kell figyelni, mert gyorsan indulnak az oroszok. Hát ezért hozta be a végére Fruzsit, hogy azért rutinosabb, jóval, mint Ketvin. Hát ő is egy nagyon jó játékos. B
Vidrina is a pályán 17-essel, 191 centis játékos. A végére őt is beküldi Trefilov. Talán ő még nem volt a hétvégén nem pályán, ő. Vagy legalábbis nem emlékszem. Csak 19 esztendős, egyelőre kiegészítő ember. Ellépte Pasznavá. Hát bizony, ha egy ilyen rutinos játékos ilyen hibákat követel. Hú, igen. Erre nem számítottam egyáltalán, hogy fog a végjátékban játszani. Zdravkozovko! Micsoda győzelem lenne ez összesítésben. Ugye ő is kétszeres meggyőztes, a Bader Zagrebben nyert még 1992-ben és 93-ban. De hát a Veszprémet is BL döntőbe vezette. Hát igaz, jó lett volna, csak pontatlan volt a labda. Ez is egy jó régi figura. Kriscsuk. 3 perc még. Kovács. Jó! Visszaszerzi Kovács! Aztán belement, sajnos elvitte a hív. Pedig még nem volt passzív, támadhattunk volna. Jehirová. Ince egy picit visszarántotta. Későn vittem sajnos. Vince Melindának kell leülni. Zovko vérnyomását, ha megmérnénk, kiugrana a mutató. Hát, micsoda álomszegélye. Nagyon nem jött jól ez a 2 perc most. Bár még 4-en is kivédekeztük, úgyhogy bizakodóak lehetünk. Kriscsuk védekezik jól. Jehirová. Ő azért átlövése nem vállalkozik. Üres a szél, ez most gól. Szépen jött be oldalról Kozsokár. Első gólja a születésnaposnak. Hat góllal vezet a Dunaújváros. Összesítésben 3 gól az előny. Még egy gól azért kéne szerintem, hogy sokszor megvan. Igen, még azért nem örülhetünk felhőtlenül. És egy rossz passz Kovácstól. De hát ilyen hibák, meg semmiképpen sem férnek bele. Kovácsot az előbb nagyon leteremtett ez Zdravkozovko. Remélem, hogy nem ez volt a fejében. Igen, mert sokkal higgadtabbnak kéne lenni. Jehirová. Gól. Húha, jönnek föl az Asztrahanocska tagjai. 24-19. Első gólját dobta Vidrina. Nehogy a végén bukjunk el. Nem fogunk. Fessük az ördögöt a balra. Bulat. Kovács. Hát ez is kiállítás. Jelen időkérés van. Viktória Zsilinszkájtje védekezett nagyon keményen. 28-40 telt el. Összesítésben 2 gól a Dunaújvárosi előny. Ez kell jó mozgás, még futás itt lesz. A három átleve játékos mozgás egymásra. Fél mindig 3 metrét. A Lubán Kaun, mikor vesz tovább, sok mozgás. Igen, az hat éppen, utána, mindenki vissza, organizál védőn. Hey, George Kovács, nem csinálj Paul 2 perc. Tényleg az kellene. Most mondta, hogy játszunk sokáig, egészen passzívig akár. Most már nézők sem bírják ülve, ahogy nézem. Nem is kell neki. Jöjjön akkor az utolsó, bő 1 perc. Bulat. És már is fenn a kezük passzívon, hát mondjuk ez nem tudom. Gyakorlatilag még el sem indítottuk az akciót. Bulatra rontanak rá. Ó, ez most nagyon-nagyon rutinos dolog volt, mert így a passzív is elment, ugye ráadásul kiállítottak egy embert. Na jó, de hát Vidri nagy nyakánál fogva emelte föl Bulatot. Hát igen. Erre nem léphettek már az edzők. Vagy a játékvezetők. Bulat. Kovács. Bulac. Gólt kell dobni, és akkor megvan. Nincs meg sajnos a gól. Kalinina. Jehirová. Játszhattunk volna. Kapufa!
Övék viszont a kipattanó! Vjahireva gól! 24-20! Nem baj, de mi most kiegészülünk, ők meglent, van egy emberük, úgyhogy ember előnk van, nyugodtan ki kellene gólig játszani. Meg hát fél percet, csak ne adjuk a kezünkbe az. Kovács, Szalai. Szalai próbálja bevinni. Szabálytalanságot, így van. 20 másodperc van hátra a mérkőzésből. Nem kell lőni. Kovács, Bulac. Most Takács, hetes! Szuper. 5 másodperc van hátra, és ha bent van a gól, akkor minden kétséget kizáróan megvan a továbbjutás. Bulac újabb sérülése. Szegény, és lesz könnyű estéje. Jó, szupi erőt kell kapniuk a lányoknak. Hát nem jut időre, mert csütörtökön az érdel játszunk, hatalmas rangadó tiszon. Hát akkor szerdáig pihenő. Hát, hét gól dobott eddig Kriscsuk Krisztina. Ha most túljár Trusova eszén, akkor megvan a továbbjutás biztosan. Jó! 25-20! Nem kell izgulni! Nem kell izgulni! A Dunaújváros hatalmas bravúrral ott van a legjobb négy között az EHF kupában. Trefilov nem fog kezet Zdravkov Zokkóval. Hát ez nagyon csúnya volt. Ez nagyon csúnya jelenet volt. A magyar edző ment oda. Trefilov nem nyújtott kezet. Inkább az embereit szúrja le, illetve a zsűri asztalt. Nem hát ez baj, ez az ő dolga. Így van. Mi most nagyon örülünk ennek a továbbjutásnak. Tetti, micsoda bravúr ez! Hú, szuper! Na hát ilyenkor nagyon nehéz kintről nézni, és ilyenkor nagyon ott lennék a pályán, mert ezek azok a pillanatok, amiért egy sportoló dolgozik. Mi rengeteget dolgoztunk, ezért egyébként egész télen alapoztunk, hogy bírjuk majd ezeket a nagyon kemény meccseket, és látszott is, hogy jobban bírtuk a végét. Bármilyen hihetetlen, ezek a nagyon jó konduban lévő oroszok. Én érzem, hogy belefáradtak ebbe a hamar egymás után következő két meccsbe, és mi jobban bírtuk ezt. Azt hiszem, hogy jó a Dunaújváros erőnléti edzője, nem? Aki Ferling Bernadett, kedves nézőknek mondjuk el. Egy kicsit közöm ahhoz, de nem, jó lenne ezt így mondani, de nem, természetesen azért egy csapatmunka a stáb részéről is ugyanúgy, mint a játékosok részéről. Ú, nagyon jó őket így látni most. Ne szerénykedj, gratulálok tehát neked is, és az egész csapatnak. 25-20 összesítésben tehát 7 góllal továbbjutó a Dunaújváros. Nem sokára jövünk riportokkal.